Igazságot Radics Gábornak, a jogtalanul meghurcolt szakszervezeti vezetőnek. Ez a rövid és tömör álláspontunk, ugyanis nemrégiben került nyilvánosságra, hogy Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét szegedi munkahelyéről, a Continental szegedi telephelyéről sok év után kirúgták. Holott a munkájával semmiféle probléma nem volt, azt jól végezte, sőt, szakszervezeti vezetőként, amelyet jegyzem meg, társadalmi munkában végzett, tehát pénzt nem kapott érte, még ki is emelte többször, hogy a makói Continental gyárral összevetve a szegedi Continental gyár jól működik. De egyébként is általában véve ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az, hogy ő a szegedi telephelyen dolgozik, és egyébként szakszervezeti vezető, és főleg a makói Continental gyár visel dolgaival foglalkozik, ezt a kettőt nem lehet összekapcsolni egy normális országban. Mégis úgy tűnik, hogy a makói gyár vezetése nyomást tudott gyakorolni a szegedi gyár vezetésére, és kirúgták. Most jelen pillanatban pedig ott tart az ügy, hogy perek tucatjával akarják ellehetetleníteni, nyilván arra számítva, hogy a magas ügyvédi költségek és egyéb illetékek miatt majd feladja, elmegy a kedve az ellenállástól, a védekezéstől. Sőt, most már olyan híreket is kaptunk, hogy a levelező rendszerhez nem tud hozzáférni elektronikusan, amelyen keresztül tartotta a kapcsolatot a szakszervezet tagjaival. De olyanról is tudunk, hogy aljas suttogó propagandával azt terjesztik róla a gyárban, tehát mindenféle hazugságokat terjesztenek róla a gyárban. És most már odáig fajult a helyzet, hogy mivel jó ideje nincs munkája, még a megélhetése is veszélybe került. Természetesen a Mi Hazánk mozgalom felajánlja segítségét Radics Gábornak, amiben tudunk, természetesen segítünk neki, és határozott álláspontunk, hogy igazságot kell neki szolgáltatni. Ez az egész kirúgás törvénytelen volt, minden, amit állítanak róla, minden rágalom hazugság, és összességében véve elképesztőnek tartjuk, hogy egy, hogy így mondjam, karvaj kapitalista elvek mentén szerveződő, a dolgozókat kizsákmányoló klik bármit megtehet Magyarországon. És most ezt a makói Continental gyár élén teszi meg. Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetni. Nyilván azt is el kell mondani, és megkerülhetetlen, hogy ez a kormány asszisztálása mellett történik. Még akkor is, hogyha vannak kiszólások. De összességében a nemzeti szuverenitásról szóló szólamok mögött mégiscsak a globális nagytőke szolgálata áll. Még egyszer mondom, ezt meg kell szüntetni, és most már azt is hozzá kell fűzni, hogy a makói frontvonal nem csak a makói Continental gyárról szól, hanem szimbolikus értelemben a magyar dolgozó, a magyar dolgozói érdekképviselet ügyelet. Mert hogyha ezt Makó meg lehet csinálni, akkor bárhol meg lehet csinálni az országban. És ennek elejét kell venni.